17. fejezet. A dzsungel lesújt. Amikor másnap kora reggel Tarzan felébredt, első gondolata ugyanaz volt, mint az utolsó, amelyel az este elaludt. A tegezében lapuló csodálatos írás. Gyorsan elővette a lapokat abban a szívdobogtató reményben, hogy el fogja tudni olvasni, amit a gyönyörű fehér lány írt rájuk az előző este. Az írást megpillantva először keserű csalódást érzett. Soha életében nem vágyott még semmire úgy, mint most arra, hogy sikerüljön megfejtenie az életében oly hirtelen és váratlanul betört aranyhajú istennő papírra vetett szavainak értelmét. Mit számított az, hogy az írás nem neki szólt? A lány gondolatait tartalmazza, és ennyi Tarzannak, a dzsungel fiának tökéletesen elég volt. Most azonban itt áll tanácstalanul ezekkel a különös, kivehetetlen betűkkel. Ehhez hasonlót soha életében nem látott. Hiszen még másfelé is dőltek, mint a többiek, amelyeket idáig alkalma volt szemügyre venni, akár a nyomtatott könyvekben, akár a szekrényben talált néhány nehezen olvasható kézírásos levélben. Még a fekete könyvben lévő kis bogarak is jól ismert barátainak számítottak, bár az elrendezésük miatt nem sokra ment velük. Ám ezek a bogarak egészen újfajták és szokatlanok voltak. 20 percig görnyedt már az írás fölé, amikor a betűk hirtelen, a maguk torz formájában is, kezdtek ismerősnek tűnni. Hát persze, régi barátaival van dolga most is, csak éppen csúnyán megnyomorított változatban. Aztán hol itt, hol ott sikerült egyet szót kibetűznie. Szíve hevesen dobogott örömébe. El tudja olvasni az írást, és most már el is fogja. Újabb fél óra elteltével már egészen gyorsan haladt. Az időnként még előbukkanó néhány különösen nehéz szótól eltekintve ettől kezdve úgy ment minden, mint a vízfolyás. A papírokon ez állt. Afrika nyugati partja a déli szélesség 10. fokatáján, Mr. Clayton szerint, 1909. február 3. Drága Hazel, bolondos ütletnek tűnhet, hogy levelet írok neked, hiszen talán soha nem fogod megkapni. De egyszerűen muszáj elmondanom valakinek, hogy micsoda rettenetes élményekben volt részünk, mióta útnak indultunk Európából a baljóslatú Arrow fedélzetén. Ha soha többé nem térünk vissza a civilizált világba, ami most már nagyon valószínűnek látszik, legalább marad valami írásos nyoma azoknak az eseményeknek, amelyek végzetünk beteljesedéséhez vezettek, bármi is lesz az. Mint tudod, úgy volt, hogy tudományos expedícióra indulunk a Kongó folyó környékére. A papa minden jel szerint magáévá tett valamilyen csodálatos elméletet egy fantasztikusan régi kultúra létezéséről, amelynek maradványait valahol a Kongó völgyében találták meg a földbe temetve. De amikor már jócskán kint jártunk a tengeren, egyszer csak kiderült az igazság. Úgy látszik, hogy egy öreg könyvmoly, akinek antikváriuma és régiségkereskedése van Baltimore-ban, valamelyik nagyon régi spanyol kéziratlapjai között egy 1550-ben írott levélre bukkant. A levél egy Spanyolországból Dél-Amerikába tartó, temérdek dublomból, vagyis aranypénzből, és 8 remek mívű darabból álló hatalmas kincset szállító spanyol gája fellázadt legénységének kalandjai tecseteli. Legalábbis azt hiszem, mert bizony eléggé hátborzongató és kalózokra valló eseményekről szól. A szerző a legénység tagjai közé tartozott, és az írás a fiúnak készült, aki a levél megírásának idején egy spanyol kereskedelmi hajó kapitánya volt. Sok-sok év telt már el azóta, hogy a levélbe leírt események lezajlottak, és az öregember időközben egy Isten háta mögötti spanyol város megbecsült polgára lett. Az arany utáni vágy azonban még mindig olyan erős volt benne, hogy mindent kockára téve közölte fiával, miként juthat a mindkettőjük számára mesés gazdagságot biztosító kincs birtokába. Az öregember leírja, hogy alig egy héttel azután, hogy elindultak Spanyolországból, miként lázadtak fel a matrózok. Miként mészárolták le tisztjeiket és mindazokat, akik szembeszálltak velük. Azt is leírja, hogy pontosan emetettük miatt hiúsult meg a tervük, mert végül senki sem maradt életben, aki értett volna a hajó irányításához. 2 hónapig ide-oda hánykolódtak, miközben a skorbut, az éhség és a szomjúság egymás után szedte áldozatait a matrózok közül. Végül hajótörést szenvedtek egy kis sziget partjánál.
A nagy hullámverés messze kivetette a gáját a partra, ahol darabokra tört. Az életbe maradottaknak, összesen 10-nek, még idejébe sikerült kimenekíteniük az egyik nagy kincses ládát. Ezt a sziget egy magasan lévő pontján rejtették el. Ezután még 3 évig éltek ott, örökösen azt remélve, hogy egy arra járó hajó megmenti őket. Egyikük a másik után betegedett és halt meg. Végül csak egy valaki maradt életben, a levélírója. Az emberek korábban a gája roncsaiból csónakot készítettek, de mivel fogalmuk sem volt arról, hogy a sziget a tenger mely pontján helyezkedik el, nem mertek útnak indulni. Mikor a levélírón kívül már mindenki más meghalt, a magály oly rettenetes súlya nehezedett rá, hogy képtelen volt többé elviselni. Attól tartott, hogy végül megőrül az elhagyatott szigeten. Ezért inkább vállalva annak kockázatát, hogy ott hal meg a nyílt tengeren, majd egy évi egyedül lét után vitorlát bontott a kis csónakban. Szerencséjére északnak tartott. Egy hét múlva a Nyugat-India és Spanyolország között rendszeresen közlekedő spanyol kereskedelmi hajók útvonalát érintette. Itt az egyik hazafelé tartó hajó a fedélzetére vette. A történetben, amelyet előadott, csupán a hajótörésről esett szó, amelynek során majd mindenki odaveszett. A többiek pedig, kivéve persze őt magát, azután haltak meg, hogy eljutottak a szigetre. A lázadásról és az elásott kincses ládáról nem tett említést. A kereskedelmi hajókapitánya azt bizonygatta, hogy találkozásuk helyét és az előző hét uralkodó széljárását figyelembe véve a sziget, amelyre vetődött, csakis a zöldfoki szigetcsoport valamelyik tagja lehetett, amely Afrika nyugati partjai előtt az északi szélesség 16-17. Fokatáján helyezkedik el. A levél aprólékosan leírja a szigetet, valamint a kincs helyét, és egy olyan primitív, fura kis térkép is tartozik hozzá, amilyet még életedben nem láttál. Minden fa és szikla fel van rajta tüntetve nagy ákombákom x-ekkel, hogy pontosan látni lehessen, hol van a kincs elásva. Amikor a papa elmagyarázta, hogy mi az expedíció valódi célja, elszorult a szívem. Jól tudom, hogy milyen álmodozó és minden gyakorlati érzékhíján lévő ember volt szegény drágám mindig is. Attól féltem, hogy már megint rászedték. Pláne amikor elmondta, hogy $1000 fizetett a levélér és a térképér. Aggodalmam csak fokozódott, amikor megtudtam, hogy ezen kívül még $10,000 kölcsönt is felvett Robert Kenley-től, és váltót írt alá az összeg erejéig. Mr. Kenler nem kért semmit biztosítékul. Tudod, drágám, hogy ez mivel egyenlő az én számomra? Ha a papa nem tud eleget tenni a kötelezettségének, ha tudnád, mennyire megvetem azt az embert? Megpróbáltunk mindannyian derűsen tekinteni a jövőbe. De mind Mr. Philander, mind Mr. Clayton, ő Londonba csatlakozott hozzánk a kaland kedvéért, ugyanolyan szkeptikus volt a sikert illetően, akárcsak én. Nos hát, 100 hónak is egy a vége, megtaláltuk a szigetet és a kincset. Egy nagy, vaspántos töltfaládában volt, többszörösen olajos viaszos vászonba csavarva, amely még mindig olyan szilárd és erős volt, mint amikor, majd 200 évvel ezelőtt elásták. A láda színültig volt aranypénzzel. Olyan nehéz volt, hogy 4 ember is rogyadozott a súlya alatt, mikor vitte. Az elátkozott kincs csak halált és szerencsétlenséget hoz mindazok fejére, akiknek bármi közük van hozzá. Ugyanis 3 nappal azután, hogy útnak indultunk a zöldfoki szigetekről, a mi legénységünk is fellázadt és megölte a hajó minden tisztjét. Jaj, rettenetes dolog volt, minden képzeletet felülmúlt, még most se vagyok képes beszélni róla. Először minket is meg akartak ölni, de egyikük, egy King nevű, ő volt a vezérük, ezt nem engedte. Így végül elindultak délre a part mentén, míg egy elhagyatott helyen jó kikötőt nem találtak. Itt azután partra tettek és sorsunkra hagytak minket. Ma indultak tovább a kincsel együtt. Mr. Clayton azonban azt mondta, ugyanígy a végzetükbe rohannak, mint a ma egykori gája zendülői. Kinget ugyanis, az egyetlen olyan embert az egész hajón, aki konyított valamit a navigációhoz, aznap, amikor kikötöttünk, az egyik ember megölte a parton. Bárcsak megismerkedhetnél Mr. Claytonnal. Képzelni sem lehet nála kedvesebb embert. Alig ha tévedek, ha azt hiszem, hogy nagyon belém szeretett. Lord Greystock egyetlen fia,
és egy nap ő fogja örökölni apja címét és birtokait. Egyébként vagyonos ember már így is, de nagyon elszomorít az a tény, hogy igazi lord lesz belőle. Emlékszel, miként vélekedtem én azokról az amerikai lányokról, akik nemesi címmel rendelkező külföldiekhez mentek férhez? Ó, bárcsak közönséges amerikai úriember volna. De hát ez nem az ő hibája. A születésétől eltekintve tulajdonképpen minden szempontból megállná a helyét nálunk is. Márpedig ez a legnagyobb ok, amit én a férfiról mondani tudok. A leghátborzongatóbb élménybe volt részünk, mióta itt partra tettek bennünket. A papa és Mr. Philander eltévedt a dzsungelben, és egy igazi oroszlán megkergette őket. Mr. Clayton ugyancsak eltévedt, és kétszer is vadállatok támadták meg. Esmeralda és én egy régi kunyhóba húztuk meg magunkat. Itt tört ránk egy tökéletes, valódi, rettenetes emberevő oroszlán. Egyszerűen rémséges volt, ahogy Esmeralda mondaná. A legérdekesebb az egészben az a csodálatos lény, aki megmentett minket. Én még nem láttam, de Mr. Clayton meg a papa és Mr. Philander igen. Azt mondják, hogy egy egészen sötét barnára lesült, fehérbőrű, tisztára Istenhez hasonlatos férfi. Olyan erős, mint a vad elefánt, olyan ügyes, mint a majom, olyan bátor, mint az oroszlán. Nem beszél angolul, miután véghez vitt valamilyen hőstettet, olyan gyorsan és olyan rejtélyesen tűnik el a szemünk elől, mintha csak test nélküli szellem volna. Aztán van még egy rejtélyes szomszédunk, aki gyönyörű betűkkel angolul írt üzenetet nekünk. Kitűzte a kunyhóra, amelyet elfoglaltunk előle. Ebben az üzenetben figyelmeztetett, hogy ne bántsunk semmit, ami az övé. Úgy írta alá az egészet, hogy Tarzan a majom ember. Még sohasem láttuk, bár úgy gondoljuk, hogy itt lehet a közelben. Amikor az egyik matróz hátulról le akarta lőni Mr. Claytont, a matrózt egyszer csak egy láncsa találta vállon, amelyet a dzsungelből hajított el valamilyen láthatatlan lény. A matrózok nagyon szegényes élelmiszerkészlettel láttak el minket. Csupán egyetlen pisztolyunk van, mindössze 3 tölténnyel. Nem tudjuk, hogyan fogunk tudni húshoz jutni, bár Mr. Philander azt mondja, hogy akár a végletekig el lehetünk vadgyümölcsökön és kókuszdión, ami a dzsungelben bőven található. Nagyon elfáradtam most már, úgyhogy elmegyek aludni a fura ágyamba, amelyet Mr. Clayton hordott tele fűvel, de folytatni fogom a levelet napról napra, ahogy az események alakulnak. Szerető barátnőd, Jane Porter. Hazel Strong kezeihez, Baltimore, Maryland. Tarzan hosszú ideig magába merülten üldögélt még azután is, hogy a levél végére ért. Annyi újfajta csodálatos dolgot talált benne, hogy egészen beleszédült. Megpróbált minden sorjába megebészteni. Tehát nem tudják, hogy ő Tarzan. Ezt akkor közölni fogja velük. A fán, ahol lakott, gajakból és levelekből hevenyészett kis kaibát készített magának. Itt, ahol az eső nem érte, helyezte el kincsei közül azt a néhány darabot, amelyet elhozott a kunyhóból. Pár ceruza is található volt közöttük. Kiválasztotta az egyiket, és Jane Porter aláírása alá odaírta. Én vagyok Tarzan, a majom ember. Úgy gondolta, ennyi elég is lesz. Később majd visszaviszi a levelet a kunyhóba. Ami az ennivalót illeti, gondolta Tarzan, fölösleges aggódniuk, majd ő gondoskodik róluk. Így is történt. Ezen a reggelen Jane ugyanott találta elveszett levelét, ahonnan 2 éjszakával ezelőtt eltűnt. Először megzavarodott. Amikor megpillantotta a nyomtatott betűkkel írt szavakat az aláírás alatt, hirtelen azt érezte, hogy nyírkos hideg veríték lepi el a testét. Megmutatta Claytonnak a levelet, helyesebben az utolsó oldalát, amelyen az aláírása látszott. És ha belegondolok, mondta, hogy ez a titokzatos valaki esetleg egész idő alatt, míg írtan engem figyel, a hideg futkos a hátamon a puszta gondolatára is. De hát bizonyára jó szívvel van hozzánk, nyugtatgatta Clayton, hiszen visszajuttatta a levelet. Bántani sem akarta. És ha nem tévedek, barátságának igen meggyőző bizonyítékát hagyta a kunyhó ajta előtt az elmúlt éjszaka folyamán. Amikor az imént ki akartam menni, egy leölt vaddisznót találtam ott. Ettől kezdve szinte nem volt olyan nap, hogy ne kaptak volna ajándékba valamilyen vadhúst és másfajta ételt.
Egyik nap fiatal őzet találtak az ajtó előtt. Máskor nagyobb mennyiségű különös főtételt, maniókából készült lepényt, amelynek ma Bonga falujába kelt lába. Tarzan még soha életében nem lelte akkora örömét semmibe, mint most, abban, hogy vadászhatott az idegenek számára. Úgy tűnt neki, hogy a világon semmi nem ér fel azzal az élvezettel, hogy gondoskodhat a gyönyörű fehér lány jólétéről és védelméről. Elhatározta, hogy egyszer majd napvilágnál is bemerészkedik a táborba. Ott a kis bogarak segítségével, amelyek azoknak is, és neki Tarzannak is jó ismerősei, el fog beszélgetni ezekkel az emberekkel. Nemigen tudta azonban leküzdeni magában az erdei vadállatok szégyenlőségét. Ezért aztán egyik nap a másik után telt el annélkül, hogy sikerült volna valóra váltani a feltett szándékát. A táborban lakók a baráti gesztusokon felbátorodva egyre beljebb és még beljebb merészkedtek a dzsungelbe. Kókuszdiót és gyümölcsöt keresgéltek. Alig múlt el nap, hogy Porter professzor a maga szórakozott nem törődömségével kis híján a halál torkában eszaladt volna. Mr. Samuel C. Philander, aki sohasem volt kifejezetten robosztusnak mondható, lassanként már csak árnyéka volt önmagának, annyira megviselte a szüntelen aggodalom, az a tébújult idegállapot, amely annak volt a következménye, hogy herkulesi erőfeszítések árán igyekezett a professzor testi épségét megóvni. Egy hónap telt el így. Tarzan végre eltökélte magát, hogy napvilágnál is felkeresi a tábort. Kora délután volt. Clayton kisétált a kikötő bejáratánál lévő hegyfokra, hát ha megpillant egy arra haladó hajót. Nagy mennyiségű fát halmozott fel itt. Mágiát rakott belőle, hogy jelzőtűzként bármikor ráglarombadhassa, ha vitorlás vagy gőzhajó tűnik fel a látóhatáron. Porter professzor a part mentén kószált el a tábortól délre. Mr. Philander nem tágított mellőle. Egyfolytában arra igyekezett rávenni, hogy irányítsa lépteit a tábor felé, még mielőtt valamilyen fenevad ismét csúfot nem űz belőlük. Miután a többiek elmentek, Jane és Esmeralda is a dzsungelbe indult gyümölcsöt szedni. Keresgélés közben egyre jobban eltávolodtak a kunyhótól. Tarzan csendben várta a kis házikó ajtaja előtt, hogy visszatérjenek. Gondolatai a gyönyörű fehér lány felé szálltak. Mostanában már csak is ő rá tudott gondolni. Azt találgatta, hogy vajon nem fog-e félni tőle. Ennek már a puszta lehetőségétől is kis hián elállt tervétől. Egyre türelmetlenebbül várta már, hogy a lány visszatérjen. Gyönyörködni akart benne, a közelébe lenni, esetleg megérinteni. A majom ember semmiféle Istenben nem hitt, de közel járt ahhoz, hogy olyan imádattal viseltessék istennője iránt, amilyet földi halandó csak vallásos áhítatba szokott tanúsítani. Várakozás közben azzal töltötte az idejét, hogy levelet írt a lánynak. Azt, hogy szándékában állt-e oda is adni neki ezt a levelet, maga sem tudta volna megmondani. Végtelen örömet telt abba, hogy gondolatait leírva látta. Ezen a téren végső soron nem is volt olyan civilizálatlan. A következőket írta. Én vagyok Tarzan, a majom ember, a dzsungel fia. Kell lesz nekem. A tiéd vagyok. Az enyém vagy. Mindig itt fogunk élni, együtt a házamban. Elhozom neked a legszebb gyümölcsöket, a legízletesebb húsú őzeket, a legfinomabb vadakat, amelyek a dzsungelben vannak. Vadászni fogok neked, én vagyok a leghíresebb harcos a dzsungelbe. Harcolni fogok érted, én vagyok a leghatalmasabb harcos a dzsungelbe. Te Jane Porter vagy, láttam a leveledben. Ha ezt elolvasod, tudni fogod, hogy neked szól, és az, hogy Tarzan a dzsungel fia szeret. Amint lefelét befejezte, és szálfa egyenesen álltott az ajtó előtt, egyszer csak ismerős hang ütötte meg éber fülét. A nagy testű majmok csaptak ilyen zajt, amikor a fák alsó ágain lendültek tova. Egy pillanatig fülét hegyezve figyelt. A dzsungelből hirtelen kétségbe esett női sikoltás hallatszott. Tarzan ledobta a földre élete első szerelmes levelét, és mint a párduc vetette be magát az őserdőbe. Clayton is meghallotta a sikoltást, miként Porter professzor és Mr. Philander is. Pár perccel később mindannyian lihegve érkeztek meg a kunyhóhoz. Futás közben hangosan kiáltoztak, és izgatott kérdések özönével árasztották el egymást. Ahogy a kunyhóba pillantottak, látták, hogy az történt, amitől a legjobban féltek.
Jane és Esmeralda nem volt a kunyhóban. Clayton és a nyomába a két úr azonnal nekivágott a dzsungelnek. Hangosan kiáltozták a lány nevét. Vagy fél órán keresztül bukdácsoltak árokombokron át, míg végül Clayton merő véletlenségből rábukkant a földön fekvő Esmeraldára. Megállt az asszony mellett, kitapintotta a pulzusát és figyelte a szívverését. Életbe volt. Megrázta az asszonyt. Esmeralda! Üvöltött a fülébe. Esmeralda, az Isten szerelmére, hol van Miss Potter? Mi történt? Esmeralda! Esmeralda lassan kinyitotta a szemét. Megpillantotta Claytont, aztán megpillantotta körös körül a dzsungelt. Ó, Gabriel! Sikoltotta, és azzal újra elájult. Időközben Porter professzor és Mr. Finlander is odaérkezett. Mi csinálunk, Mr. Clayton? Kérdezte az öreg professzor. Hol keressük? Istenem, nem lehetsz olyan kegyetlen, hogy elvett tőlem a kislányomat. Először is magához kell térítenünk Esmeraldát, felelte Clayton. Ő legalább el tudja mondani, mi történt. Esmeralda! Kiáltotta újra, és durván megrázta a fekete asszonyság vállát. Ó, Gabriel, meg akarok halni! Kiáltotta a szerencsétlen asszony szorosan lehúnyt szemmel. Édes Istenem, hagyj engem meghalni, hogy ne kelljen többé azt a rettenetes arcot látnom. Jól van, Esmeralda, jól, mondta Clayton. Nem az Úristen van itt, hanem Mr. Clayton. Nyissa ki a szemét! Esmeralda szót fogadott. Ó, Gabriel, Istenek legyen hálam, mondta. Hol van Miss Porter? Mi történt? Kérdezősködött Clayton. Miss Porter nincs itten, kiáltotta Esmeralda, és terebélyes testéhez képest meglepő gyorsasággal felült. Ó, uramatyám, most már emlékszem, nyilván elvitte magával. Azzal a néger asszonyság elkezdett zokogni és hangosan jalveszékelni. Kicsoda vitte el magával, kiáltotta Porter professzor. Egy hatalmas testű óriás, amelyik mindenütt szőrös volt. Gorilla volt Esmeralda, kérdezte Mr. Finlander. A három férfinak a lélegzete is elállt, ahogy a rettenetes gondolatot valaki hangosan is kimondta. Azt hittem az ördög, de bizony lehet, hogy aféle gorillafánt volt. Ó, szegény kis gyermekem, drága kis virágszálam! Azzal Esmeralda ismét fékezhetetlen zokogásba tört ki. Clayton azonnal elkezdett nyomok után kutatni, de eltekintve attól, hogy közvetlen közelükben a füvet össze-vissza tiporta valaki, semmi használható jelet nem talált. Nyomolvasó tudománya pedig nem terjedt el odáig, hogy megértse, amit látott. A nap hátra lévő részében mindegyre a dzsungelt járták, de az éjszaka közelettével csüggetten és reményvesztetten kénytelenek voltak felhagyni a kereséssel. Még azt se tudták, hogy az állat melyik irányba hurcolta magával Jane-t. Jócskán besötétedett már, mire visszatértek a kunyhóba. A kis társaság nagyon szomorúan, a fájdalomtól lesújtottan, szótlanul üldögélt a kis építmény belsejébe. Végül Porter professzor törte meg a csendet. Ahogy beszélni kezdett, egyáltalán nem a fontoskodó tudós szólt belőle, hanem a cselekvésre kész ember. Hangja határozott volt, bár néha megmegreszkedett. Leírhatatlan csüggedés és fájdalom csengett benne, amitől Clayton úgy érezte, mintha tört forgatnának a szívébe. Én most lefekszem, mondta az öreg ember, és megpróbálok aludni. Holnap kora reggel, mihelyst világosodik, magamhoz veszek annyi élelmet, amennyit elbírok, és folytatom a keresést. Nem jövök vissza csak Jane-nel együtt. Társai nem válaszoltak azonnal. Mindegyikük a saját gyászos gondolatával volt elfoglalva. Tudták, hogy az utolsó szavak mit jelentenek. Porter professzor soha nem fog visszatérni a dzsungelből. Nagy sokára Clayton felkelt a helyéről, és gyengéden Porter professzor hajlott öreg vállára tette a kezét. Én természetesen önnel tartok, mondta. Tudtam, Mr. Clayton, hogy fel fogja ajánlani a segítségét, de ennek semmi értelme. Jane-en ember többé nem segíthet. Csak azt akarom, hogy az én drága kicsi lányom ne egyedül és elhagyatva feküdjön a dzsungelbe. Ugyanazok az indák és lehullott levelek borítják el majd mindkettőnk testét. Ugyanaz az eső húránk. Ha majd felkeres minket elhunyt édesanyjának szelleme, ugyanúgy együtt fog minket találni a halálban, mint ahogyan együtt talált az életben is. Egyedül kell mennem, mert ő az én lányom volt.
Az egyetlen lény az egész földön, akit még szerethettem. Önnel megyek, mondta Clayton tömören. Az öreg ember felpillantott és figyelmesen nézett William Cecil Clayton erőteljes, szép vonású arcába. Onnan olvasta le azt, ami a fiatalember szívébe lakozott. A szeretetet lánya iránt. Idáig túlságosan lekötötték a figyelmét a saját tudományos gondolatai. Nem vette észre azokat az apró kis gesztusokat, véletlenül elejtett szavakat, amelyek gyakorlatiasabb gondolkodású apa számára jelezték volna, hogy ez a két fiatalember az idő múltával egyre jobban vonzódik egymáshoz. Most szépen sorjába kezdett minden felidéződni az agyában. Ahogy gondolja, mondta. És persze rám is számíthatnak, mondta Mr. Philander. Nem, drága öreg barátom, mondta Porter professzor. Nem mehetünk el mindnyájan. Rettentően kegyetlen dolog volna, ha szegény Esmeraldát egyedül hagynánk itt. Hárman sem számíthatunk több sikerre, mint egyedül én. Érje be a kegyetlen erdő annyi halottal, amennyi jár neki. Jöjjenek, próbáljunk megaludni egy kicsit.